Ezt le kell forrázni, és ez egy olyan teaféle, hogy több forrázással is lehet fogyasztani. Tehát, hogy gyakorlatilag egyszer leöntöttük ugye a levét egy forrázás után, felforralunk újra vizet, és újra rá lehet önteni. Egy kicsit még kellemesebb is lesz a második forrázásnak az íze, mint az első. Különleges gyógyteák, még nem közismert fűszernövények, virágokból készült, kuriózumoknak számító, természetes, édesítő anyagokat tartalmazó, kellemes ízű szörpök, kóstolással egybekötött, bemutatása szerepelt a Tolnai Család és Karrierpont legutóbbi idei rendezvényen, amelyet élénk érdeklődés kísért a hölgyek, háziasszonyok részéről. Ezt a jázmény teát biztos, mert ez nagyon finom volt, kis mézzel, de nagyon finom a mézes teja, meg a gyömbéres teja is nagyon finom, mindegyik nagyon finom. A mai napon gyógynövényekkel ismerkedhetünk meg, egy fitoterapeuta természetgyógyász jött és bemutatta a gyógynövények világát, és azokat a fűszernövényeket, amivel tudjuk a mindennapjainkat fűszerezni, és például gyógyítani is tudjuk ezekkel magunkat. Ezeket ismerhettük meg. A semmi mesterséges adalékanyagot tartalmazó szörpök között megtalálható volt ibolyából és rózsából készült is. Egy decsi gyógynövényekből, virágokból szörpkészítő specialista hölgy minden titkot felfedett. Mi a titok? Az, hogy igazándiból nincs titok, bárki otthon el tudja készíteni, akár az ibolya szörpöt is. Más favirág is van erimerítve, esetleg az... Persze a bőség zavarában egy hivatásos természetgyógyász, fitoterapeuta segített eligazodni, mi mire jó egy betegség megelőzéséhez, illetve a már fellépő tünetek csökkentésére, esetleg végleges megszüntetésére. Úgy próbáltam csoportosítani a gyógynövényeket az előadásomban, hogy melyek azok, amelyeket jobbára ismer mindenki, melyek azok, amelyeket kevésbé ismerünk. Tettem az előadásomban fűszernövényeket is, amit ugye szinte mindannyian alkalmazunk, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak teaként alkalmazzuk ezeket a gyógynövényeket, vagy illóolajként, hanem például gyógyító táplálékokként, mindennapjainkba beépítve, mert mindig van olyan betegség, amelyre alkalmazhatjuk. Most például az allergia szezon van, amire például nagyon-nagyon sok gyógynövényt tudunk alkalmazkodni, de sorolhatok például az immunerősítő gyógynövények, a különböző hurutoldó gyógynövények, úgyhogy én azt gondolom, hogy a mindennapjainkba be kellene építeni a gyógynövényeknek az alkalmazását, és akár konyhatechnikai bevitelét. Ami jó, ami természetes, az általában, megszoktuk, drága, bizonyos társadalmi rétegek számára nem igazán megengedhető. A gyógy- és fűszernövények alkalmazásának a jelekből ítélve nem lehetnek anyagi gátjai, ráadásul ingyen is beszerezhetőek a természetből. Egyébként a gyűjtése is egy nagyon jó dolog, azért ettől mindenkit óvaintenék, mert azért vannak olyan gyógynövények, amelyek összekeverendők egymással, de én azt gondolom, hogy azért nem anyagi kérdés a gyógynövényeknek a fogyasztása, mert akár a különböző herbáriákban vagy gyógynövényboltokban is nagyon olcsón meg lehet kapni ezeket a gyógynövényeket szárított formában. Tehát én azt gondolom, hogy ha nem is nincsen gyógynövényismeretünk és nem merjük gyűjteni, akkor is lehet őket nagyon-nagyon jó szívvel alkalmazni, mert hogy nem drágák ezek a gyógynövények. 10 emberből a természetgyógyászok tapasztalata szerint 2 legfeljebb 3 alkalmazza gasztronómiájában, életvitelében a gyógynövényeket. Hogy már akkor kezdjük el használni a gyógynövényeket, amikor már betegségek alakultak ki, és én arra szerettem volna itt biztatni a kedves közönséget, a hallgatóságot, hogy a gyógynövényeket a mindennapi életünkben megelőzésként használjuk, és akkor sokkal egészségesebbek, boldogabbak és harmonikusabbak leszünk. A Tolnai Család és Karrierpont eddig lezajlott egészséges életmódot serkentő interaktív rendezvényének már megvan a maga pozitív utóélete. Jeleznek vissza, például most is jött egy hölgy, és azt mondja, hogy az összes receptet begyűjtötte egy dossziéba, és mindegyiket elkészítette otthon a családjának, és szinte már várt a család, hogy mikor lesz a következő praktika, hogy új ízeket vigyen a konyhába, új különlegességeket, vagy éppen például most jött ide egy hölgy az előbb hozzám, és mondta, hogy kipróbáltam ám a túrófánkodat, és annyira jó volt, már 2-szer megsütöttem, 1 hónap alatt 2-szer megsütni egy fánkot, szerintem nagyon nagy siker. Kaphattak a Tolnamözsi, illetve környékbeli hölgyek, már aki akart, egy konkrét és komplex receptet a tavaszi méregtelenítéshez.
fel lehet használni a gyermekláncfüvet, mint salátát, vagy főzeléknövényt. Nagyon fontosnak tartom az illóolajok használatát, és én egyébként a teakeverékeket is úgy szeretem ajánlani, hogy különböző betegségtípusokra vagy problémákra és keverékekben alkalmazni, tehát nem úgynevezett monoteaként, tehát hogy egy-egy gyógynövényt alkalmazva, hanem többet, és erre való tulajdonképpen a fitoterapeuta vagy természetgyógyász, aki egyébként betegségcsoportonként problémákra, különböző betegségekre vagy panaszokra tudta a keverékeket ajánlani, úgyhogy én most próbáltam így, hogy a tavaszi méregtelenítésre koncentrálva próbáltam gyógynövényeket ajánlani.